Szia! Nem sokára, egy olyan fél óra múlva kezdődik a Lüktesse Gyönyörben kihívásom, és annak az első napi gyakorlatai jönnek majd, és már nagyon izgulok, és nagyon várom. Örülök, hogy ilyen sokan jelentkeztetek, és ugye, ha még nem tetted meg, de szeretnéd, vagy érdekel, és szívesen csatlakoznál, akkor a linket megtalálod itt a leírásban. Aki nem ismer, annak egy picit bemutatkoznék. László Viktória vagyok, képesített erotik blueprint coach és női orgazmus coach. És ami engem erre a pályára vitt, az az, hogy régen orgazmus problémáim voltak, és nagyon sokáig kerestem és kutattam azt, hogy én hogy tudok ebből kilépni, és hogy tudok végre élvezni. És akkor még én is azok közé tartoztam, akik azt gondolták, hogy a testük nem működik rendesen, hogy valami baj van velük szexuálisan, és egyszerűen így fogalmam sem volt, hogy mit tehetnék. Úgyhogy engem ez indított el az utamon, és ezért is vagyok leginkább azoknak a segítségére, akik szintén hasonló cipőből indulnak. Ma már multiorgazmusos vagyok, és nagyon sokféle orgazmusom volt, és rengeteget köszönhetek annak, hogy kitágítottam az erotikus potenciálomat, és egyszerűen magát, azt a horizontot, ami számomra a szexualitást jelenti, és ezt nem csak fejben, a tudással, hanem a testemben követve, az idegrendszeremet tréningezve sikerült sokféle módot találnom arra, hogy hogyan fogadhatok be gyönyört, hogyan használhatok gyönyört, hogyan lovagolhatom meg a gyönyört, és ez a kihívás is nagyjából erről szól, hogy te is ezt hogy tudod megtenni. Mind a 4 nap, amikor a gyakorlatok lesznek, egyfajta kóstoló más-más minőségeibe. Nem csak azt mondom, hogy a szexualitásnak, hanem az öngyönyörszerzésnek, a maszturbálásnak, és így tovább, hogy mi az, amit bele tudsz tenni a te életedbe, hogy ez másképp működjön. Én elég sokat voltam és vagyok szingli, és volt olyan időszak az életemben, amikor azt éreztem, hogy attól, hogy egyedül vagyok, el vagyok vágva egy csomó lehetőségtől, ami a gyönyörben és a szexualitásban megvan, főleg mert csodálatos szexuális élményeim is voltak előtte. És nagyon sokat kellett változtatnom az öngyönyörszerzésemben, a saját magam erotikus, szeretetteli táplálásán, a testemmel való kapcsolódáson, még tovább pedig már addigra nagyon sok mindenem mentem keresztül, ahhoz, hogy igazából így bele tudjak végre lazulni ebbe, és rájöjjek arra, hogy annyira tágas a horizontom, akkor is, ha egyedül vagyok. Ezt nem csak szingliknek mondom, hanem azoknak is, akik párban vannak, de mégis sok szempontból egyedül érzik magukat, vagy szeretnének fejlődni, vagy másfajta kihívásokat találni, kapcsolódási pontokat, jobb szeretővé válni saját maguknak és a partnerüknek, vagy partnereiknek úgy egyáltalán. Úgyhogy erről szól ez a 4 nap, és az 5. nap pedig lesz egy coachingolási lehetőség, amikor élőben segíthetek neked, hogyha szeretnéd és vállalod. És nagyon fontos, hogy tudd, hogy ezen a kihíváson nincs kötelezettséged, azon kívül, hogy betartod a csoport szabályait. Nagyon fontos, és szeretném is, hogy kövesd a testedet, ha valamire úgy érzed, hogy te ezt nem akarod, nem csinálod, teljesen rendben van. Ha valamit nem élvezel abból, amit én így mondok, megmutatok, meg amiben inspirálok, az is teljesen oké. Nem arról szól, hogy most neked ezeket élvezned kell, arról szól, hogy megismerd, hogy a testedben éppen most, aktuálisan mi van, mi történik. És ehhez szeretnék neked engedélyt adni, ahhoz, hogy bármi történhessen. Az is rendben van, ha először nem is akarod megcsinálni a gyakorlatokat, csak megnézed mondjuk őket. Akkor is bátorítalak, hogy nézd meg mind a 4 napot, mert előfordulhat, hogy 3 napból 3 nem tetszik, és a 4. nap az, ami neked bejön. És az is lehet, hogy mindegyikből egy picit magadra ismersz, és mindegyikből többet tudsz adni magadnak. Nézd meg, hogy így mi az, ami elindul benned, és kérdezz nyugodtan a csoportban is. Én nagyon-nagyon szeretném mindazokat, akik vállalják ezt a kihívást, maximálisan támogatni. Ezért is döntöttem úgy, hogy akik végigcsinálják a kihívást, és minden egyes videó alá oda kommentelik azt, hogy ezt ők megtették, tehát hogy megcsináltam, és hogy
mi volt az élményük, és ez lehet, hogy csak egy mondat, de lehet egy hosszabb valami, lehet, hogy kérdések merültek fel, akkor a kérdéseket ebben a kommentben felteheted. Úgyhogy azok közül, akik ezt megteszik, egy két alkalmas egyéni online coachingot sorsolok ki, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök annak, amikor olyanokkal dolgozatok, akik elkötelezettek és készek arra, hogy dolgozzanak, tegyenek a saját szexuális életükért, és saját magukért, és azért, hogy ez a világ egy olyan világ legyen, amiben gyönyörű élményeket lehet alkotni és megélni, függetlenül attól, hogy egyedül vagy, vagy párban vagy, van-e most orgazmusod, vagy milyen orgazmusaid vannak, mert igazából nem számít egyik se, sokkal szabadabb vagy, mint amit te gondolsz most magadról. És azoknak pedig, akik a legtöbb embert hívják meg ebbe a kihívásba, vagyis a legtöbben csatlakoznak a Facebook oldalhoz aztán a végén, azoknak pedig szeretnék felajánlani egy 3 alkalmas Erotic Empowered Persona coachingot, ami meg egy nagyon izgalmas ilyen, kicsit azt mondom, hogy haladósabb dolog, de ez ne ijesszen meg senkit. Úgyhogy, ha te leszel az, aki a legtöbb embert meghívja, és azért is érdemes átgondolni, nem csak annyi remény miatt, hogy ki az, akivel meg szeretnéd osztani, mert ez szerintem egy óriási ajándék. Valakinek abban segíteni, hogy az életében olyan gyönyörű élményeket szerezhessen, amiket talán még soha, vagy olyan részeivel találkozhasson, vagy ismerhessen meg őket, amikkel mondjuk ritkábban találkozik, vagy egyszerűen csak jól érezhesse magát, és végre egy olyan közösségben lehessen, ahol elfogadás és támogatás azok alapvetően így az alapvető értékek között vannak. Szóval, hogyha ha ebben a szellemben gondolkozol, és így szeretnéd ezt megosztani valakivel, akkor azt mondom, hogy hajrá is tedd meg. Úgyhogy nagyon várlak, és nem sokára kezdünk most már csak. Kevesebb, mint 20 perc van. Sziasztok! Szia! Jó, még egyet kell.